Köszöntöm Önöket! Mai vendégünk Lata Barkámán. Mindenki csak Latinak hívta. Ő volt a kis Lati. Az öccse, aki egy fejjel volt magasabb nála, a nagy Lati. Mikor gyermekként élőben láttam, kicsit soknak, majdnem egy ripacsnak éreztem a játékát, de ma, kicsit érettebben nézve a filmjeit, úgy szeretem, ahogy van. 1902-ben született Kecskeméten, és amint az előző zene szóban említettem, Feleki Kamilhoz hasonlóan artistaként kezdte. Az öccsével együtt lépett fel, és Rákosi Szidinél tanulta a színészmesterséget. Az élete nagy része az operetthez kötődött. Évtizedekig, 1970-ben bekövetkezett haláláig a Fővárosi Operettszínház tagja volt, ahova először 1924-ben szerződött. A 30-as években alakította a Latyi Matyi, a furfangos Cukrász Inas operett címszerepét. Ekkor készült a most hallható részlet. Szervusztok, gyerekek! Ha, szervusztok, gyerekek! Szervusztok, gyerekek! Mondom, szervusztok, gyerekek! Hát mi az? Én köszönök nektek, és ti nem köszöntök nekem vissza? Hát szabad ez? Ejnye-bejnye? Hát illik ez? Fékom kapta. Fékom adta. Most nem tudom, a fékom adta, vagy a fékom kapta. Mindegy, egész mindegy. Hát gyerekek, ki szereti a jó friss süteményt? Aki szereti, az tegye fel a kezét. Nem látom. Nem látom. És ha igazán most jut eszembe, én nem is láthatom. Hát én most lemez vagyok. Furpa mi? Egyet azonban mondhatok nektek, gyerekek, hogy én nagyon szeretem a süteményt. Jaj, de szeretem a süteményt. De viszont én meg is érdemlem a süteményt. Mert én megeszem a spenótot. Attól vagyok ilyen erős. Ha látnátok, hogy milyen muszkuljaim vannak, ez mind a spenótól van, ide nézhetek. De megsúgom nektek, hogy az ebben van egy kis sárgarépa is. Bizony. És a melkasom milyen erős. Nagyon erős melkasom van. Ez már nem is melkas. Ez már egy melkakas. És nézzétek meg a térdkalácsomat. Ez már nem is térdkalács. Ez már egyenesen egy térdkuglóf. Milyen furfangjaim vannak. Bizony. Azért mondom nektek, gyerekek, egyetek, egyetek, hadd nőjön a begyetek. Egyedem, vegyerem, tengertánc, hajdu sógor, mit kívánsz, nem kívánok egyebe, ki mit kap, azt egye meg, egyedem, vegyerem, tengernagy, jaj, de apró ember vagy, mégis tudnál enni még, de nem férte beléd. Lányok, fiúk, ha nem esztek otthon spenótot, akkor bizony be is zárom rögtön a bótot. Mert egyedem, vegyerem, tengertánc, hajdu sógor, mit kívánsz, nem kívánok egyebe, ki mit kap, egye meg, na! Ritkán lehetett lírai dalt hallani Lata Barkálmántól. Most egy ilyen pillanatnak lehetünk a tanúi. A Sárgarigó fészek című operettből a Nem vagyok én már az, aki voltam című dal következik. Az Erzsébetvárosi Színház tánczenekarát Endre Emil vezényli. Vagyok én már az, aki voltam, néha-néha úgy fáj a szívem. Életemet régen eltaloltam, nem segíthet rajtam senki sem. Szerelmes voltam egy szép asszonyba, elbúcsúzom és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam, szép asszonyok, szép jó éjszakát.
valaki voltam. Néha-néha fáj a szívem. Életemet régen eltaroltam. Nem segített rajtam senki sem. Szerelmes voltam egy szép asszonyba. Elbúcsúzom és megyek tovább. Nem vagyok én már az, aki voltam. Szép asszony, szép jó éjszaka. Harminckét játékfilmben szerepelt. Hadd említsek néhányat ezekből. Egy szoknya, egy nadrág, Állami áruház, Péntek 13, Mágnás Miska, Micsoda éjszaka. A filmlexikon is a legjelentősebb szerepként említi a Fel a fejjel című filmben nyújtott alakítását. Bizonyára látták ezt a filmet, és látták azt is, hogyan játssza ebben Peti Boholcot. Van ebben a filmben egy jelenet, amikor a nyilasok elfogják, mint szökevényt, vár a kivégzésre, majd mielőtt eldördülne a sortűz, megszólal. Bocsánatot kérek, hogy zavarom az urakat. Igazán nem akarom önöket feltartani. De tessék mondani, kérem. Mi lesz az utolsó kívánsággal? Utolsó kívánság? Igen, kérem, ez szabály. Ilyenkor az embernek mindig van utolsó kívánsága. Aztán mit akar? Én kérem, azt szeretném. Persze csak a lehetséges. Mert nem akarok erőszakoskodni. De, hogy is mondjam csak, én ugyanis Boholc vagyok, kérem. Van nekem egy nagy számom. Világszám, kérem. De eddig még soha nem engedték meg, hogy előadjam. Én arra kérném önöket, ha megtetszenének engedni, akkor én ezt a számot most itt bemutatnám önöknek. Ez lenne az utolsó alkalom az életemben. Mert ugyebár, kérem, ha engem most kitetszenek végezni, akkor holnap már nem mutathatom be. Természetesen a film szabályai szerint előadja a világszámot, ami tényleg Chaplini szintű. Egy kis dalt is énekel benne. Hoppla, hopp, nem titok, vígan élek, virágos jókedv költözött belém. Félegon, zöld alom, szép az élet, kacagni édes, elfeledtem már a könnyedén. Hoppla, hopp, hívasok, móka játék, a bánat fémi, csúfas ügyű ránc. Hogyha még ifjú szép sorsra vársz, legyen a jelszó, tréfa múlt a tánc. A film persze happy enddel zárul, a kapitalista cirkuszigazgató pórul jár, a jó szocializmus diadalmaskodik. A film 1954-ben készült. Lati partnere Ferrari Violetta volt, legközelebb őt halljuk, egy 1996-ban vele készített riport felhasználásával.